Klári, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat egy kávéra, és ezzel együtt egy beszélgetésre is. Hogyan szeretnéd a kávét, feketén vagy fehéren? Én egy teát kérnék, hogyha lehetséges. Kérünk neked egy teát, köszönöm. Illetve te is megkóstolhatod azt a süteményt, amit a műsor címével azonos Fantázia néven készített el egy kedves cukrászhölgy Nádas Hajnalka, fogad szeretettel. Köszönöm, elfogadom a meghívást. Mai vendégem az a kárpátaljai származású nyíregyházi hölgy, aki egyetemi oktató és kutató munkája mellett sport eredményeivel is öregbíti a város és az NVSC Big Boxing hírnevét. A kutatónő egy igazi sportlélek, aki elméletben és gyakorlatban is középpontba állítja a sportot, a rendszeres testmozgást, a versenyzést. A sportot nem csak kutatja, hanem űzi is, nem is akárhogyan. 2008 után az elmúlt évben újra megnyerte a Magyar Ökölvívó Bajnokságot. Vendégem dr. Kovács Nagy Klára egyetemi oktató, kutató és sportoló, aki nagy örömmel mesélt céljairól, küzdelmeiről és sikereiről, egy sütemény és kávé mellett, feketén, fehéren. Az elmúlt esztendő őszén, neked ezt már elmondtam, amikor megkerestelek telefonon, hogy meghívjalak a műsorba, az történt, hogy az autóval piros lámpát kaptunk egy olyan oktatási intézmény előtt, amely a te életednek azért nagyon fontos része, ugye a Debreceni Egyetem egészségügyi karáról van szó itt Nyíregyházán, és közben az egyik helyi rádió híreiben hallottam, hogy ennek az intézménynek az egyik kutatója országos bajnok lett. Mégpedig ökölvívásban. Na hát azt mondtam, hogy én erre a hölgyre kíváncsi vagyok, mert ugye egy hölgyről volt szó, úgyhogy nagyon örülök, hogy személyesen is találkozhattunk, és hogy beszélgethetünk rólad, mert talán van miről. Mi volt ez a verseny? Ez volt a 2017-es év női ökölvívő országos bajnoksága, és ugye itt én felnőtt, tehát elit kategóriában indultam, 54 kg súlycsoportban, és ennek lettem az országos bajnoka, immáron másodszor. Mikor volt az első? Az első az egy jó pár évvel ezelőtt, az 2008-ban volt, szintén ebben a súlycsoportban. Az eltelt 9 évben egy év, azt hiszem, hogy egy év maradt ki, vagy kettő körülbelül, amikor nem indultam a magyar bajnokságon. Az az egy alkalom is azért történt, mert akkor volt a doktori védésem, és akkor készültem a szigolatra, de ez sem akadályozott volna meg benne, csak hogy a megváltozott körülmények, meg az egy stresszes időszak volt az életemben nyilvánvalóan. Ebben az időszakban volt egy olyan egészségügyi problémám, amiatt kórházba kerültem, és igazából ez volt az egyetlen akadály, hogy elinduljak. A többi alkalom az szinte minden esetben éremmel tértem haza. Összesen azt hiszem 4-szer voltam bronzérmes, hát ezeket már idő után nem számolja az ember, és 2016-ban volt egy szintén nehéz időszakom, a magyar bajnokság előtt majdnem 10 nappal volt egy verseny, amelyen nem úgy teljesítettem, mint ahogy elvártam volna magamtól, meg ahogy tőlem is elvárták volna, és ez egy eléggé mély lehúzott így lelkileg, és gondolkoztam azon, hogy nem indulok, de hát ilyen a sportlélek, aztán ez körülbelül 2-3 napig tartott, és ugye a megfelelő családi háttér, hát itt a páromra gondolok, ő volt az, aki sem nem erőltette, de mindenképpen motiválta arra, hogy induljak, és hogy igazából, hogy azt úgy döntsek, ahogy a legjobban érzem magam. És ennek eredményeképpen elindultam, és mint egy azt hiszem, egy hét alatt hoztam a súlyt, az 54 kg-ot, és körülbelül olyan 2-3 kg-ot kellett lefogyni, ami azért, hogy nekem már egy elég nehezen megy. És ennek az lett az eredménye, hogy két győztes meccsel bejutottam a döntőbe.
ami nagyon nagy eredmény volt, hiszen előző években akárhogy is szerettem volna, nem sikerült. Ez legtöbbször rajtam kívülállókokból kifolyólag, ezért lettem bronzérmes, sőt volt olyan, amikor még csak helyzet sem lettem. Általában az igazságtalan, vagy sokszor inkább többször az igazságtalan bírói döntésnek az eredményeképpen. És egy ilyen háttérrel sikerült bejutnom a döntőben, egy igen nívós ellenfelet legyőzve az elődöntőben, akit már korábban is vertem, de ki is kaptam tőle, és akkor hát szinte felszabadultam, láttam neki, vagy indultunk neki a döntőnek, hogy lesz, ami lesz. Ugye az akkori magyar bajnokot kellett legyőznöm, ez majdnem sikerült, de tényleg nem sokon múlott, és így lettem ezüstérmes, és akkor mindenképpen megerősödött bennem, illetve bennünk az, hogy érdemes tovább folytatni, és nekiválni ennek az évnek is, és valóban ez a sugallat, én ezt mindenképpen isteni sugallatnak gondolom, tehát ezek belső, nem csak a saját érzéseim, vagy a saját érzéseink, hanem úgy gondoljuk, hogy az isteni gondviselésnek köszönhetően ennek így kellett alakulnia. Nos, éppen azt akartam megkérdezni, ahogy így beszéltél arról az egy hétről, ami megelőzte azt a versenyt, ami az életedben nem egy verseny volt a többi között, hanem úgy érzem, hogy elég sokat is tudtál róla beszélni, hogy ott ez egy meghatározó pillanat, sorozat volt, mintha az az egy hét egy picit más tudatállapotban telt volna neked ott. Igen, akkor nagyon komoly lelki vívódásaim voltak. Volt az a pillanat, amikor tényleg ki is álltam az edzőm elé, azt hiszem, nem is tudom, 8 nappal az indulás és a magyar bajnokság kezdete előtt, ugye Nagy Lajos az edzőm az NYSC-ben, Big Boxing Egyesületben, és ő természetesen elfogadta a döntésemet, mert hát tudja, hogy ennek komoly indoka van, és nem is próbált rábeszélni, hanem szomorú, de tudomásul vette. És akkor ez még rosszabbul esett, hogy akkor most így vége. Hát ez körülbelül egy napig tartott, és akkor utána azt gondoltam, hogy akkor, meg körülbelül azért a súlyomat is való tudat alatt azért kontrolláltam, és akkor így ellenőrizgettük a súlyomat, és akkor na jó, próbáljuk meg mégis, körülbelül ez egy nap múlva. Már mondtam, hogy akkor mégis, és mondta, még egy véletlen, vagy hát ugye ez nem véletlen, valószínűleg ezek sorszerű események, mondta, hogy pont előtte nap járt le a nevezési határidő. Na, és akkor teszünk egy próbát, hiszen hát azért ismerik a nevemet, mert azért jó ideje, itt vagyok a női kövívásban. Ha megengedik, hogy induljak, akkor megengedik, ha nem, akkor nem. És akkor ezt mi is így gondoltuk, hogy valószínűleg ennek is oka van, hogyha nem engedik, akkor ennek így kell, de ha megengedik, akkor ennek szintén komoly indoka van, és hát természetesen megengedték. Menjünk vissza egy picit a régmúltba. Hogyan került az életedbe az ökölvívás, egyáltalán a sport? Azt kell, hogy mondjam, hogy többé-kevésbé sportos családból származom, de nem annyira sportosak, mint mondjuk én, tehát sose voltak, nem voltak ilyen kiemelkedő eredmények, de apukám is focizott, anyukám meg nagyon sokféle sportágat, mint szabadidős tevékenységet, vagy ugye, mint iskolai sportszinten végzett, és ezt ugye rendszeresen hallottam ugye családból, de azt tudni kell, hogy én kárpátaljai vagyok. Én Beregszádba születtem, ott is nőttem fel, igazából akkor kerültem át Magyarországra, amikor elkezdtem az egyetemet. Ennek 2005-ben, tehát 13 éve, és én ott is kezdtem el az ökölvívással foglalkozni. Igazából az motivált, mint általában, hogyha így megvizsgáljuk a női ökölvívóknak a többségét, főleg akik utánpót, tehát a fiatalon kezdik el, ma már azért elég fiatalon elkezdik, sokszor az a motiváció, mint minden más nőnél, tehát hogy sportos legyen, hogy lefogjon, hogy csinos legyen, és Beregszádban nem nagyon volt más lehetőség, amit 13-14 éves korban így el lehet kezdeni egy fiatal lánynak. Ez a lehetőség akkor adott, akkor indult az ökölvívós, vagy akkor alapult egy ilyen ökölvívó terem régi edzőkkel, akik még a szovjet időben foglalkoztak Beregszádban ökölvívással, és akkor volt az egyik ismerősöm, mondta, hogy egy lány ismerős, a régi osztálytársam, hogy ő is megy, és akkor próbáljam ki, és ki is próbáltam, de úgy azt érzem, vagy azt gondolom, hogy
valamelyest közre játszik az én pályafutásomban a személyiségnek az a vonása, hogy amit elkezdek, azt is sosem nem hagyom abba. De jött a szerelem is vele? Akkor jött, amikor éreztem, hogy kaptam megerősítést az edzőmtől, az akkor edzőmtől, hogy valahogy edzőmtől, pontosan, hogy tehetséges vagyok. És akkor ez elegendő motiváció volt ahhoz, hogy eszembe se jusson abba hagyni. Főleg, hogyha sikereket is értem el. Még gimiben jártam, persze az iskolában, a családban ezt nem gondolták, hogy ez ilyen komoly lesz, de azt mondom, hogy elfogadták. Nem mondom azt, hogy örültek neki, de elfogadták, és az is sokat játszott, vagy sok szerepe volt ebben a történetben az edzőnek, hogy az apukámat főleg így meggyőzték arról, hogy nekem van itt kerestivalom. És akkor, amikor érettség és felvételi erre került sor, akkor már voltam itt Magyarországon is verseny, és akkor több visszajelzést kaptam, hogy bárhova vesznek fel az egyetemre, szívesen látnak. Illetve van egy harmadik szála is ennek a történetnek, az, hogy ott ismerkedtem meg a párommal, aki szintén beregszász és szintén ökövívó, és aztán ő is a pályafutását profi ökövívóként itt folytatta Nyíregyházán. Mi volt a terved, amikor a felső oktatásba jelentkeztél, most egyelőre, mint hallgató? Mi akartál lenni? Én pszichológus akartam, már akkor is poppszichológus akartam lenni, mert tudtam, hogy a fizikai felkészülés, a technikai, taktikai ismeretek, ezek természetesen nagyon fontosak a sportágban, de a lelki tényezők, a koncentráció és a különféle készségek, képességek, amelyek fontosak ugye a mindennapi életben is, de a sportvilágában, ezek meghatározóak tudnak lenni bizonyos helyzetekben. Akkor pszichológiára nem vettek fel, hanem szociológiára nyertem felvételt, és kaptam határon túli ösztöndíjat. Hát ez igazából, nem nagyon tudtam, mit lehet ezzel kezdeni, meg ezzel a szakkal, de aztán menet közben kiderült, hogy van sportaspektusa is, hiszen a sportolás is társadalmilag meghatározott tevékenység, és fontos szerepe van a társadalmi folyamatokban is, úgyhogy megtaláltam azt az aspektust, amely igazán érdekel, és mindvégig azt kell, hogy mondjam, a tanulás, a munka során azt az utat követtem, hogy soha nem tettem egyiket sem a másik tevékenység elé fontossági sorrendet tekintve. Tehát mind a kettő párhuzamosan zajlott, tehát a sportolói karrierem is, meg a tanulmányi, illetve a kutatói karrierem is majd később, és mindig a helyzettől függően állítottam fel a prioritási sorrendet. Hát téged hallgatva, tehát egyrészt elég követni, tehát olyan lendületes vagy, hogy hihetetlen, viszont úgy azt gondolja az ember, hogy te biztos boldog vagy, tehát az egyik területen is alkotsz, hogy úgy mondjam, hiszen a kutatások ugye azt jelentik, hogy az ember plusz információkat fog adni a társadalom számára, hát kimondottan azok számára, akiket ez a kutatási terület érdekel. A másik területen pedig olyan eredményeid vannak, ami nyilván a egyéni siker is, a kisközösségednek a sikere, nektek családi siker, de hát ezek az országnak a hírnevét is emelhetik, ha olyan a megjelenés szintere. Ebben az esztendőben az életed negyedik évtizede elkezdődött, ha jól tudom. Ja, igen. Hogy ilyen szépen fogalmazzak. És most már azért azt el lehet mondani, nem visszagondolva erre a három évtizedre, hogy azért jó döntéseket hoztál, tehát jól éreztél rá a dolgokra. Amikor ide kerültél a felsőoktatásba, és elindultál azon az úton, amiről már beszéltél, akkor szépen gondolom kivilágosodott, hogy mi lesz az, ami téged érdekel, és számodra lehetőségként adódik, hogy kutathatsz. Mi a kutatási terület? Tehát több is van, tudom, csak hogy tudják a kedves nézők. Alapvetően a hallgatóknak a sportolási szokásai, tehát ettől a témától nem tágítok. Azt hiszem, a sportszociológiával kb. Negyedikes egyetemista koromban kezdtem el foglalkozni. Ez egy nagyon, hogy is mondjam, nem a mainstream áramlatta a szociológiának, tehát ez azért egy eléggé marginalizált terület. Én 2014-ben valamikor, tehát
a Magyar Szociológia Társaságnak az Erdélyi Ferenc díját nyertem el, mint fiatal kutató, és akkor is, amikor kihirdették, meg átadták a díjat, úgy hirdették ki, hogy egy olyan területen egy olyan fiatal kutató kapta, aki nem budapesti, és nem a szociológiának a mainstreamjét kutatja. Tehát ez is már eleve furcsa volt. De azt kell, hogy mondjam, hogy az életemnek a három fontos területe mindig a sporthoz kapcsolódik. Az egyik nyilván maga a sportkarrierem, a második a kutatás, a harmadik pedig ugye a családi kötelékek. És azért fontos ez, azért gondoltam fontosnak, hogy én a sportot fogom kutatni, és a fiatalok sportolási szokásait, mert tudjuk azt, hogy Magyarország, és általában Közép-Európa, de különösen Dél- és Európa, és itt Közép-Európában néhány ország azért van nagyon viszonylag alacsony a más EU-s országokhoz viszonyítva a sportolási gyakorisága az embereknek, a fiataloknak is, körülbelül a fiataloknak az egyharmada nyilatkozik úgy, hogy sportol, és ez egy olyan fontos kérdés, amely, és megoldódó probléma, amelyre választ kell adni, amire stratégiát kell kidolgozni. Na most ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy mi a problémának a gyökere, azt az először meg kell vizsgálni. És ezt én magam is tudatosítottam egyrészt, másrészt pedig nyilván találtam egy olyan területet, amit belülről is ismerek. És ezért nem is volt kérdés, hogy ez legyen a kutatási területem. Amikor jelentkeztem, fölvettek 2010-ben a doktori iskolába, nem lehet is tudom meg doktori programjába, akkor én voltam az első jelölt doktorandusz, aki a sportot vizsgálta a nemelés tudományi aspektusból, és azóta hál' Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy egyre több fiatal jelentkezek, akinek most már én, mint oktató és témavezető, most már mentorálhatom az ő pályákat, mert én még jártam ezt az utat, hogy mi az, amit a sportról tudni kell, és testnevelésről tudni kell, és érdemes tudni a nemelés tudományi szemszögből, és hogyan lehet ezt úgy vizsgálni, hogy abból doktori disszertációk szülessenek. Itt kávézás közben egy kicsit beszélgettünk, és lehetne mondani, hogy tehát kétszer változott a neved, de tulajdonképpen mégiscsak egyszer, mert hogy egyszerre tettél meg minden változást a névváltoztatásodkor, mert hogy te Kovács Klára vagy. Igen. Eredetileg Kovács Klára vagyok, hivatalosan most már dr. Kovács Nagy Klára vagyok. Akkor ezt magyarázzuk meg, ezt a nevet. A doktort azt a tudományos pályafutásomért kaptam, tehát ugye 2014. december 10-én sikeresen megvédtem a doktori értekezésemet, és ezáltal PhD fokozatot szereztem, amivel ugye jár a doktor elnevezés. A második pedig a férjemtől kaptam, ugyanis abban az évben, augusztusában összeházasodtunk, és nyilván felvettem a nevét. Nem volt egyszerű, ugye? A körülmények nem voltak ilyenek. Igen. Az okmányirodában sokkoltuk az ügyintézőket ezzel a két dologgal. Egyszerű. A harmadik dolog, ami még megfűszerezte az esetet, az, hogy Las Vegasban volt az esküvünk, és Amerikában hivatalos úton kellett ugye a házassági anyakivonatot kérvényezni, illetve az esküvőt is engedélyeztetni, és akkor ugye ezt hitelesíteni kellett, honosítani, és így ezt a három dolgot egyszerre kellett a névváltoztatáskor benyújtani. Nyíregyháza mikor változott honotokká? Vagy mikor döntöttétek el, hogy ez lesz a ti városotok? 2006 körül, amikor addig is a párom itt volt, ide volt igazolva a big boxing esélyben, mint profi boxoló, de akkor csak átnyert Nyíregyházára, vagyis Beregszázból Nyíregyházára, ami azért elég körülményes volt, és akkor 2006-tól ide között, hogy a profi pályafutását gond nélkül tudja folytatni, és akkor igazoltam én is az NVSC-hez, mert hogy ugye, hogy együtt legyünk, és az 2007 óta, vagy amikor összeolvadt a két egyesület, attól kezdve vagyunk mindketten ennek az egyesületnek a tagja, és járunk ide edzeni. Addig ugye én ingáztam Nyíregyháza és Debrecen közben, hogy oda jártam egyetemre, és akkor ide meg edzésre, és olyan harmadikos koromban költöztem ide, és azóta
így tekinthetjük Nyíregyházát otthonunknak. Olyan nehéz is ez, mert amikor hazamegyünk a szüleinkhez, ugye mind a kettőnek a családja ott lakik, akkor azt mondjuk, hogy hazamegyünk, és otthon vagyunk, ott pedig azt mondjuk, hogy itthonról otthonra megyünk, és hogy igazából tényleg két otthonunk van. Uh-huh. Itthonról haza. Igen. Szoktatok menni. Akár neked a kutatás révén, akár mindkettőtöknek a sporttevékenysége révén, nem adódott-e további lehetőség vagy út mondjuk a főváros felé, vagy akár külföldre? Biztos adódna, hogyha keresnénk, de eszünkbe se jutna, jut így keresni más lehetőséget. Tehát itt jól érezzük magunkat, és elkötelezettek vagyunk általában az iránt a tevékenység, az iránt a hely, vagy azok iránt az emberek iránt, akikkel együtt dolgozunk. Nem szívesen így váltunk így, ha csak nem muszáj. Amikor kerestelek telefonon, hogy meghívjalak személyesen ebbe a műsorba, akkor ugye én azt nem tudtam, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mikor telefonálok. Tehát ugye zavarhattalak volna a munkádba is, na de edzés közben is, ugye nyilván akkor nem tudunk beszélni. Milyen gyakoriak az edzések? Mikor edzel? Minden nap, most már 17:30, hát úgy körülbelül 8-ra érünk haza. Tehát egy 5-8-ig ez minden nap bele programozva az életembe. Jó, persze vannak, amikor kimarad egy-kettő, amikor például konferenciára kell menni, vagy tehát tényleg, vagy ha Debrecenben van az egyetemen dolgom, akkor sokáig maradok. Ugye doktoriskolában is tanítok most már, tehát doktori tevékenységet is folytatok a kutatásom mellett, vagy kutatócsoportnak is a tagja vagyok, amellett, hogy oktató vagyok. Tehát azért ez sok idővel és szervezéssel jár, de ennyi idő után az ember megtanulja, meg egy sportolónak meg kell tanulnia szervezni az életét, és volt olyan eset, amikor képes voltam áttetetni az előadásomat szombatra, hogy én még tudjak pénteken edzeni, azért, mert akkor valamilyen felkészülés volt. Tehát úgy koordinálni, vagy pedig ugye hamarabb eljövök. Akkor volt olyan, amikor említettem, hogy az egészségem egy kicsit, tehát egy betegségem alakult ki, ami miatt kórházba kerültem, hogy akkor minden nap 8-tól 4-ig dolgoztam az egyetemen, Debrecenben, ott elszervezőként, és akkor úgy kellett mindig a vonathoz mennem. És volt olyan, hogy hogy már nem tudtam elérni a hamarabbi vonatot, és akkor a férjem jött értem, bepakolt, és mi már egyenesen, tehát az állomásra, az edzésre mentünk. Tehát rengeteg munka és áldozatot kellett hozni azért, hogy minden úgy alakuljon, ahogy alakult. Amikor egészen kislány voltál, akkor milyen elképzeléseid voltak a felnőtt korodról? Tehát láttad-e magad előtt a nagy Klárit, hogy miként dolgozik, vagy mit csinál? Nem igazán. Nem voltak ilyen nagyon-nagyon nagy álmaim. Tudom, sokáig rendőr akartam lenni. Mindig komolyan vettem azt a tevékenységet, amit éppen folytattam. Sose jutott eszem egyébként, hogy én most teljes sportoló leszek, vagy ilyesmi. Csak az úgy menet közben jött, és én mindig aktuálisan csináltam azt a feladatot, ami éppen aktuális volt. Aztán, amikor eljött a döntésnek az ideje, akkor meghoztam őket. Én úgy gondolom, hogy bár magad is fiatal vagy még, de lehet mondani, és most itt a hallgatókra gondolok, akár még gyerekeknek is nevezhetnénk őket, hogy velük találkozhatsz több fronton is, tehát a mindennapi munkád kapcsán, illetve a sport területén is. Azért ez egy nagyszerű érzés lehet, hogy mindkét területen példát tudsz mutatni, illetve vezetni tudod őket. Te ezt hogy éled meg? Azt hiszem, hogy amikor bekerültem a doktori programban, akkor éreztem azt, hogy azon túl, hogy én milyen eredményeket érek el, és ez fontos az én számomra, hogy ennek tényleg van társadalmi haszna is, és méghozzá úgy, anélkül, hogy én bármit is tettem, vagy mondtam volna, én nem csináltam semmit, csak a dolgomat. Én éltem a mindennapi életemet, aminek az volt a része, hogy én egy héten háromszor ott vagyok a doktoriban, és csinálom, programtitkár is voltam, és csinálom a szervezési dolgaimat, órákra járok, mint doktorandusz, kutatom,
részt veszek a kutatásban, amiben lehetőségem nyílt azzal foglalkozni, ami engem érdekel, tehát a sporttal. Soha senki nem mondta, hogy ez egy marginális téma, hanem mindig örültek neki, hogy van valaki, aki sporttal, egészséggel, boldogsággal, tehát szubjektív jóléttel foglalkozik. És emellett nekem ötre haza kell érnem, mert nekem ez is van, és ez mindenki számára így teljesen természetessé vált. És azt vettem észre a környezetem, hogy mivel mindig szó van erről, hogy ugye Klárinak menni kell edzésre, meg már megint versenye lesz, jaj, mert most ő nem eszik, mert fogyaszt. Ez olyannyira természetessé vált a környezetemben, hogy rendszeresen köztéma volt ez, beszédtéma volt, és akkor azt láttam, hogy egyre többen, hogy hát akkor én is meg tudom csinálni, akkor menjünk el futni, akkor megkérdezték, hogy most akkor mit tegyek, vagy mit edzek, vagy miért fájott, és anélkül, hogy én szakértője lennék ennek, csak egyáltalán tanácsot kértek, és már így azt vettük észre, hogy egyre többen lefogytak, egyre többen kezdtek el rendszeresen sporton, és mindez semmilyen ráhatással általam, hanem egyszerűen csak azért, mert ott voltam, és egyszerűen csak beszéltünk róla. És ugye ezt látom, és ezt próbálom közvetíteni is, így az ismeretségi körülményben is, anélkül, hogy bárkit is rábeszélnék arra, hogy sportoljon, csak egyáltalán rádöbbennek arra, hogy ez mennyire jó. És ugye önmagában az is sokat jelent, az, hogy meg tudom szervezni, mert a legtöbbször az az indok, hogy miért nem sportol, vagy nem sportolnak eleget, mert nincs rá idő. De akkor itt van valaki, aki bele tudja építeni az életébe, és ha neki sikerül, akkor nekem is sikerül, és ez egyre inkább tudatosul. És milyen háziasszony vagy, Klári? Igyekszem azért a tevékenységet, amit szükséges elvégezni, de van egy jó segítségem, és akkor mind megosztjuk párommal becsületesen a házi munkát is. Igyekszünk ugye főzni, tehát hogy azt tegyük, amit tudunk, amit mi készítünk, amiből tudjuk, hogy mit teszünk bele, és ugye nyilván ehhez minden lehetőséget megragadunk, amit csak lehet, hogy egészségesen éljünk, de egyébként nyilván nem vagyunk ennyire fanatikusok sem. Néhány kedves fotót hoztál, amelyek számodra kedvesek, és nyilván fontos pillanatokat örökítenek meg. Melyik az a fotó, amit keretbe helyeztünk? Az mit ábrázol? Ez a 2017-es Magyar Bajnokságnak a döntője. Az a pillanat, amikor kiderült, hogy magyar bajnok lettem. Amikor kihirdetik az eredményt. És hogyan tovább? 2018. Sok minden nem rajtam függ, tehát én végzem a magam munkáját, edzek teljes bedobással, és hogyha van rá lehetőség, akkor képviselem akár az országot is versenyeken, hogyha hívnak, ez nem rajtam múlik, és közben persze csinálom a doktori és kutatói tevékenységemet. Most 2018. január 1-től egy komoly változást történt az életemben, mert a Debrecen Egyetemnek a bölcsészettudományi karára kaptam meghívást, hogy ott legyek adjunktus, és ott a tanárképzésben többek között például a testnevelő tanárjelölteket oktassam. Ez kifejezetten kérése volt a kancellár úrnak. Úgyhogy ez egy komoly felelősség, és ez egy nagy változás az életemben, de nyilvánvalóan ezt, mint ahogy korábban is meg tudtam oldani, ezt most is össze tudom egyeztetni a sporttevékenységgel. Edzek, és akkor majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Nyilván előbb-utóbb családot is szeretnénk alapítani, mármint, hogy gyerekeket is vállalunk. Ameddig ez nem valósul meg, addig a sportpályafutásom zajlik. A feketén-fehéren sütemény megalkotója a Drazsi cukrászda. A műsor támogatja a Máté Szalkai 9-es számú Kalmár ABC, a Reál üzletlánc tagja.